Hétközben folytatódik a bajnokság a győri Audi Eto számára. A lányok szerda kora este Debrecenben játsszák soros mérkőzésüket. Várakozásairól Konkoly Csabát kérdeztük. Győzni megyünk minden csapathoz. Biztos, hogy nehéz lesz, ugye idegenben, de én azt gondolom, hogy megoldható a feladat, és hát értelemszerűen arra készülünk, hogy győzzünk. Mennyire fog számítani a fiatalokra holnap? Ugyanúgy, ahogy eddig. Tehát itt igazán változás nincsen. Inkább olyan szempontból van, amit az élet hozott, a sérülések hoztak, hogy Pálinger Katit és Vértanorsit is helyettesíteni kell. Készülünk el a hétvégi BL rangadóra, tehát ez a kettősség fogja jellemezni a meccset. Ha már itt tartunk, Vértanorsi állapotáról most mit lehet tudni? Hát egyelőre még várjuk az MRI vizsgálat eredményét, és utána lehet pontosabbat. Az biztos, hogy a combfeszítőjének a beszakadásának a mértékét kell majd megállapítani az orvosi stábnak, és hát abból aztán utána jön az, hogy mennyit kell kihagynia, mennyit kell pihennie. A mérkőzés szerdán 6 órakor kezdődik Debrecenben.